Nagy szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, ez a Csendes Percek című műsor, én pedig Fóris Attila vagyok, a Budapesti Autonóm Gyülekezet lelkésze. Ahogyan ez már tegnap is történt, a mai napon is én vagyok az, aki a Csendes Percekben egy rövid üzenetet szeretnék megosztani veletek, ami hiszem azt, hogy nagyon sok segítséget jelentenek a számotokra ezen a héten is. Akik már tegnap is figyelemben kísérték az adást, azok hallhatták, hogy hoztunk egy döntést, hogy mi lesz az, amivel fogjuk táplálni a lelkünket, mi az, amire fogunk figyelni, és az ige arra tanácsolt bennünket, arra tanított bennünket, hogy a legjobb dolog, amit tehetünk, ami igazán egészség a lelkünknek is, és a testünknek is, az az, hogyha az Isten kegyelméről, az Isten szeretetéről, az Isten jóságáról szóló beszédekkel, üzenetekkel foglalkozunk, ha azzal táplálkozunk, hogyha azt szívjuk magunkba. Ez a az üzenet, hogy a kegyelem evangéliuma, a kegyelemről szóló tanítás egyre nagyobb erővel szólal meg az egyház legkülönbözőbb területein. Nagyon sokféle vélemény van erről, nagyon sokféle tanítás elhangzik. Van, aki megfogja innen, van, aki megfogja amonnan, nagyon sokféle feltételezés, pró és kontra napvilágot lát ezzel az üzenettel kapcsolatosan. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos tisztáznunk azt, hogy a kegyelem és a kegyelemnek az üzenete az valójában nem egy dogma, nem egy teológiai irányzat, nem egy teológiai tanítás, nem egy, egy bibliai tanítás önmagában, hanem a kegyelem az Isten jósága az egy személy. Azt olvassuk a János Evangéliumának az első fejezetében, egész pontosan a 17. versben, ahol János bevezeti az evangéliumát, és beszél Jézus Krisztusról, Jézus Krisztusnak a megjelenéséről, beszél arról, hogy, hogy hogyan jött el ő, mint világosság, mint fény a világba, hogy mi volt az ő küldetésének a lényege, ahol János megfogalmazza azt, hogy Jézusnak az volt a küldetése, hogy az Isten bemutassa nekünk embereknek úgy, ahogyan ő van valójában, hogy bemutassa ő, mint fiú, úgy az Istent, mint egy szerető édesapát. Szóval itt a János evangéliumának az első fejezetében, a 17 versben ezt olvassuk, hogy a törvényt Mózesen keresztül kaptuk, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztuson keresztül érkezett hozzánk. Tehát a kegyelem az nem egy tanítás, nem egy dogma, nem egy teológia, hanem a kegyelem az egy személy, a názereti Jézus Krisztus. És hogyha te szeretnéd ezen a héten a kegyelem üzenetével táplálni a lelkedet, akkor a legfontosabb és a legjobb dolog, amit tehetsz, az az, hogy közösségben vagy Jézus Krisztussal. Hogyan tehetjük meg ezt akkor, amikor a Bibliánkat olvassuk? Hiszen a Bibliának nem csak olyan részei vannak első ránézésre, amik. Csak Jézus Krisztusról szólnak, az evangéliumok az ő életét mutatják be, az apostoli levelek az ő tanításait elemzik ö, hozzák, közelebb hozzánk, de van a Bibliának egy ószövetségi része is. Az a fantasztikus, hogy mind az ószövetség, mind az új szövetség Jézus Krisztusra mutat. Minden róla beszél. Azt mondja a Biblia, hogy minden őrán nézve teremtetett. Minden őrán nézve állt elő, jött be ebbe a láthatóba, Úgyhogy szeretnélek benneteket egy kihívás állít, elé állítani ezen a héten, hogy olvasd úgy ezen a héten a Bibliádat, forgassd úgy a Bibliádat, hogy annak minden részéből, akár ószövetségi, akár újszövetségi részt olvasol, fedezd fel Jézus Krisztusnak a személyét. Amikor Jézus Krisztuson keresztül látod az igét, akkor teljesen más értelmet nyernek a Bibliának az üzenetei. És olyan üzenetekké válnak, bármelyik részből is olvasol, ezek az információk, amik tényleg egészséget, gyógyulást, helyreállást hoznak a testednek, hoznak a lelkednek, hoznak a szellemednek. Úgyhogy ö, szeretném megismételni, hogy a mai kihívásunk az, és ö, kérlek arra, hogy csatlakozz hozzám ebben ezen a héten, hogy olvasd úgy, hallgassd úgy a Bibliát, az igét ezen a héten, hogy fedezd fel benne Jézus Krisztust, az ő személyét. Legyen nagyon szép napotok, ö, Isten áldjon benneteket!